Tamásiban, Tuskoson, Újvárhegyen, Kosbán, Öreghenyén, Adórján Újtelepen és Adórján pusztán, vagy egyáltalán nincs vezetékes ivóvíz, vagy volt termelőszövetkezeti, ma már magántulajdonban lévő hálózatokról kapnak vizet az ott élők. Ezekre a külterületekre tartályok szállítanak egészséges ivóvizet egyelőre. Tamási közvetlen környékén jó néhány olyan városhoz tartozó külterületi lakott hely volt eddig, ahol nem volt vezetékes vízellátás. Ez a probléma most megoldódni látszik szakaszosan. Most itt Kosba és Újvárhegy határán állunk, és megkezdődtek a kivitelezési munkák, zajlik a vezetékhálózat építése, és néhány hónapon belül elérhető vezetékes ivóvízzel fognak rendelkezni a kosbaiak, újvárhegyiek, és itt a mellettünk lévő külterületen pedig a tuskósiak. Ugye egy korábbi külterületen, vagy egy másik külterületen helyesebben, Adórján Újtelepen már korábban elkezdődtek a kivitelezési munkák, és várhatóan a tél végén, tavasz elején Öreghenyén és Adórján pusztán is elindulhat a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése. Itt ezen a területen, tehát Tuskos, Kosba, Újvárhegy, közel 250 lakost, 100 háztartást érint a beruházás. A hat külterületi rész közül első ütemben Adórján Újtelepen kezdődtek meg a munkálatok az ősz elején, melyek lassan a végéhez érnek. Egyelőre a gerincvezeték hálózatnak a lefektetése zajlik, ezt követően pedig megtörténnek a bekötések az ingatlanokhoz. 100%-osan finanszírozott projektről van szó, tehát minden egyes ingatlanhoz közvetlenül fog csatlakozni a vezetékes ivóvízhálózat, vagyis a minden ingatlanhoz az aknát el fogják helyezni a kivitelezők. A kérdésre, hogy a háztartások számára mekkora anyagi teherrel jár, hogy a 21. század alapkövetelményeinek megfelelően rendelkezzenek vezetékes ivóvízhálózattal, a projektvezetőtől kaptunk választ. Későbbi folyamán nem lakosokra, lendő fogyasztókra anyagi terhet. A beruházás keretén belül mind a vízbekötésnek az aknáját és a szerelvény sorát is megvalósítjuk, tehát összeszereljük. Nekik még jelezni sem kell az igényt, hanem az automatikusan rendelkezésre fog állni számunkra az ivóvíz. A külterületi rész 150 háztartásának ivóvízellátása a jövő őszre megoldódni látszik Tamásiban.